Sziasztok srácok, én Stark vagyok, és crew-kettőzni fogunk, ugyanis megvettem a játékot, úgyhogy neki is vágunk az első kis kalandunknak. A mai videóra azt terveztem, hogy driftelni fogunk, ami két okból érdekes, egy azért, mert két verseny van csak belőle, mind a kettőt meg fogjuk most csinálni, és mind a kettőt már megcsináltam egyszer, viszont nem igazán tudok driftelni, de driftelni fogunk, úgyhogy már csak azért is megcsinálom ezt a videót, hogyha fogok játszani a játékkal, akkor majd később legyen egy ilyen pro-kontra, hogyha majd gyakorlok, vagy nem tudom, akkor majd mit haladok. Vettem egy drift autót, ez még eddig nem volt meg, ez egy M5-ös BMW, ha már drift, akkor BMW, nyilvánvalóan, illetve ez fért ki a keretből, ugyanis ilyen CC pontból vettem, még ugye, amit a játékhoz kaptam, amikor megvettem. Ugye ezzel a kocsival fogunk egy csodálatos festést dobtam rá, illetve ilyen matricákat, ezzel fogunk most driftelni. Lesz egy airportos pályánk és egy kikötőnk, ez a kettő első, és ha minden igaz, ezzel meg is fogjuk lépni az ismertségi szintünket. Nagyon fura amúgy a crewban a driftelés, nagyon fura, maradjunk ennyiben, nem tudom, hogy hogyan jellemezném. Aki próbálta már, az tudhatja, hogy érdekes. Van még egy driftautóm amúgy, ami egy Mazda RX-7-es, de én azt annyira nem szeretem. Úgyhogy maradunk a bömösnél. Na lássuk, majd igyekszek közben koncentrálni, hogy menjen is azért valamennyire. Jó, és tartani kell a kombót, amit nagyon sokáig tartott megtanulnom, hogy ne menjek neki a falnak. Jó, oké. És most elvesztettük a kombót, túl sokáig mentem egyenesen, nem baj, van egy 10 000-esünk, 20 000-et kell megcsinálni, aztán ki fogja írni azt hiszem valakinek a rekordját, amit nyilvánvalóan nem tudok megdönteni. Jó, és persze of course este játszunk, driftelni este feelinges, nagyon nappal is királyság. Jaj, ne, na igen, tehát ezt itt nem tudtam, hogy húzzam vissza, közben megvan az objektív. Van egy srác, akit ma vettem fel, fogalm sincs, ez kicsoda, csak autóztam vele. Na, ő tartja a rekordot 171 000-rel, gondolom végig kéne húznom kombóban. Hát ez az, ami nekem nem megy. Igen, jó, ügyes vagy, Stark. Jó. Oké. Megint kihúztam egyenesbe, és az már nem tetszett neki. Jó, itt meg neki mentünk a falnak, úgyhogy ez nyilvánvalóan. Még egy jó 10-eset csak kéne menni. Oké. Most átdobjuk. Á, és hozzáértem az... Nem értem hozzá! Ne! Basszus, azt hittem hozzáértem. Jó, azt hittem hozzáértem, és azért nem dobtam ki már ott a seggét, nem baj. Dobjunk meg még egy szebbet. Olyan hamar lesz nappal ebben a játékban, hihetetlen. Jó. Oké, hagyjuk, hogy egy kicsit csúszson. Itt gáz neki, és akkor csúsz egy picit. Jó, gyerünk, még egy picit. Kicsit oldalra. Erre is. Íííí, az fal. Nem baj, ez egy hány? 59 000! Eddig ez a legjobb, amit mentem. Eddig ez a legjobb, amit mentem. Hát igen, sajnos kicsit ilyen... ez micsoda? Kaptam 10 Ubisoft pontot. Wow! Nice! Ja, és itt van a tuning a kocsihoz. Na, közel 60 000 fontosat mentem, hát van még mit gyakorolni, azért ez látszódik. És populáris lettem. Nek most szemtanúi vagytok. Ja, nem famous. Kaptunk lóvét. Ilyet tudok kapni fejlődésnél, ezt nem is tudtam. És vannak új versenyeink, akkor lehet, hogy nézzünk egy új driftet. Egy olyat, ahol még nem voltam, ugyanis azt a kikötőt annyira nem is szeretem. Úristen, gyerekek. Ennyi? Ennyi. Jó. Oké, itt vagyunk a... Tudjunk a reptéren. Ez egy reptér amúgy nyilván csak el van kerítve. Akkor nézzünk itt az activities-ben. Ja, tényleg gyorsan feldobjuk a Verdára a dolgokat, amit kaptunk. Kaptunk egy kéket, az legalább ad egy bónuszt, az azért jó. De meg kaptunk egy nagyobb kereket. Hát egy picit megnőtt a pontunk, nem sokkal, most hogy látszik, amúgy ebből a CC-ből vettem. Ugye ez ilyen, azt hiszem fizetős cucc, ja, na vissza kéne menni. Fizetős cucc,
de úgy néz ki, néha kapunk. Akkor activities, és akkor itt van, nem, bocsánat, itt van benne a drift. Á, és van új drift, van új drift, van ez a kikötő, de ez nekem nagyon nem jött be. Nézzük meg ezt, milyen beteg az a kutya ott rajta. Megnézzük ezt, ismeretlen pályán fogok most driftelni, úgyhogy érdekes. Tök jól néz ki ez a BMW. Szerintem feltuningoltam kinézetre nyilvánvalóan. Igyekeztem minél ilyen sufnisabbra megcsinálni. Mert ugye a drift ez jól néz ki abszolút. És meg is jöttünk. Na lássuk. Egész jónak tűnik a pálya, hasonlónak az előzőhöz. Na lássuk. De ilyen jó nagy helyen van. Hoppá, 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 hoppá. Driftelni nem szoktam amúgy nagyon közben, mert nem tudom, hogy mennyire lehet. Úgy, sokkal több helyen van. Új. Megtartottuk a kombót, lol! Nagyon tetszik, hogy ezeknek a driftkocsiknak, nyilván én nem vagyok egy hatalmas autószakértő, ezt tudhatjátok pontosan. Ilyen nagyon durván ugye... Ne! Basszus, hozzáértem az... Ki tette oda azt a villanyoszlopot? Mondjuk az utcán van. Nagyon durván megvan ugye... Hogy be van döntve ugye a kereke, ami eszméletlenül jól néz ki. Már hozzáteszem a klubban. Na, good job Stark. Nem baj, az objektív az megvan. Hál' Istennek nem rakják magasra a lécet, hogy az ilyen nubok is, mint én, meg tudják csinálni. Jó, oké. Oké. Most elfelejtettem, mit akartam mondani. Ne, hozzáértem. Jó, nem baj. Kezdünk egy újat. Jó. Tesszük. Kicsit vissza. Jó, elférek? Elveszettem a kombót, te jó ég! Ez amúgy tetszik ez a pályát, sokkal jobban tudnék szerintem összességében majd a végén csinálni. Jaj! Ez az! Good job! Well done, Stark! Jó, 30 másodpercünk van, nagyon szépen visszajöttem, hogy visszajöttem volna gyorsan a backspace-szel is. Se baj. Jó, oké. Oké, tegyük ki rendesen az autót, azért gondolom több pontot járunk, hogy jobban kapjuk. Basszus, pont be akartam tenni a segítere, elveszi a kombót. Hát most itt nem sikerült annyi pontot csinálni, mint az előző pályán. 41 ezer. Mennyi volt legutóbb? 50 körül voltunk az előbb? Vagy 60 körül? Már nem tudom. Nem baj. Kicsit gyengébb teljesítmény, úgy viszont több ilyen... ilyen nézőt kapok, vagy nem tudom mi az atya úristenek hívek ilyen... follower! Tényleg itt followereket kell gyűjteni ahhoz, hogy fejlődjünk. Itt nem XP van tulajdonképpen. Na hol a lootom? Nem kaptam lootot. Jó, mindegy, ez majd vagy leesik most. Nem ledobta, de nem. Ground drift. Na mindegy. Érdekes ez a kocsi. Nekem nagyon tetszik, és tényleg amit, ja, tényleg, amit akartam mondani. Itt akartam mondani, hogyha megnézitek szemből így a kocsit. Van valahol egy ilyen pont, amit most nem fogok megkeresni. Kiteszem a kerekét, akkor így hullámzik. Jó, nyilván van egy rugalmassága a keréknek, de úgy lehet látni, hogy úgy... Nem tudom, kicsit, mint hogyha ilyen... Itt a gumicukorból lenne ez a kerék. Na mindegy, igazság szerint érdekes. Érdekes. Szóval nem állt eddig nagyon közel a szívemhez a drift, de most kezdem megkedvelni. Aztán majd nyilván megkapom tőletek, hogy mennyire vagyok ebben ügyes, de addig is megyünk még egyet. Megyünk még egyet, hogyha már oldottunk fel új pályát. Volt ott az a Red Bullos pálya. Aha, ez. Lássuk ezt a Red Bullos pályát. Ezt még nem láttam ezt sem. Szóval, ha a lootomat elküldte, úgyhogy azt majd, hát azt majd kiszedjük. Később. Hát meglátjuk. Na, 40 ezer fölött azért kéne teljesíteni, gyerekek. Az jó lenne. Ott is az utcán kell menni, az mondjuk jó. Ez még nem számított. Bár itt elég szűknek tűnik már most itt az elején. Kérdés, hogy mennyi, amit meg kell ütni alapvetően. Pont. Na lássuk. 20 ezer. Jó, az meg lesz. Az tuti meg lesz. Az már megy.
oké. Ne! Basszus. Jó, igen, ezt tudtam, hogy elviszem. Tettük egy kicsit. Oké. Ne! Na, ilyenkor nem tudom, hogy hogy húzzam vissza az autót, mert normál esetben nyilván az ember más játékokban ránitrózik, és akkor kicsit jobban kijön a kanyarból. Itt viszont jobban belemegy, úgyhogy azért is nem merek nagyon nitrózni. Jobban belecsúszik a kanyarból, hogyha nitrózok, mindjárt nem tudom, mire gondolok. Hát ez hihetetlen az az oszlop. Jó. Na gyerünk. Kicsit szedjük össze magunkat most már. Ez a kanyar de jó lett volna, hogyha végig tudtam volna tolni ez elejétől fogva. Hát csak egy percen van, kísírta. Jajjajjaj, nagyon elrontottam gyerekek, elvesztettem a lendületemet, mert nagyon megcsúsztam. Gyerünk, hát ezt a 20 000-et csak megcsináljuk. Jaj, mi az a sok tábla? Te vagyok én Ken Block? Hát mi a tiszta vicc? Új. Jó, ez még benne van a izében. Szorzós körbe, nézd meg, oszlop! Nem baj, megvan a küldetés. Hát ez nem lett 90 000 gyerekek. Ezt meg akarom próbálni még egyszer. Itt vannak olyan jó helyek, hogy tök jó kombókat lehetne tolni, csak béna vagyok. Na, hát most ez van. Na, döntsük meg a saját rekordunkat, srácok. Jó, egy kicsit nagyobb ívben. Be is tesszük a kocsit, így. Oké, okay, a póznát nem elvinni. Mert itt egy kicsit nitrózhatnék többet. Az elején. Még megvan hozzá a sebességünk ezekhez az ívekhez. Aha, ó, majdnem elvesztettem a kocsi fölött az uralmat. Jó. Oké! Okay. Nagyon szép, gyerünk, tartsuk meg! Oké, okay, jó, még megvan, még megvan. Jó, ezt itt, léci. Ne csúszki, nitro. Ne! Elveszítettük! Mi volt ez a kezdés? Gyerünk a körforgalomba. Ne, elvittünk mindent, amit csak lehetett. Jó, ezt is elvittem, nem baj. Majd itt. Még egy olyat, mint az elején. Azt a mindent, az mi volt. Még a végén belejövök amúgy. Na jó, hát ott a körforgalom most az nagyon gyász volt, nagyon ráfékeztem most itt erre. Amúgy néha lehet érezni, hogy kell visszaszedni, hoppá, a kocsit. Eléggé közel vannak itt a póznák nekem. Oké, okay. Meg az a bicikli is közel volt. Ha toljam el innen. Meg ne integessé. 30 másodpercünk marad, gyerünk egy 50 000-et. Oké. Okay. Jó. És elvittük az oszlopot. Ne. Gyerünk az 50 000-ért. Nem lett meg. Nem baj. 49 ez az elején az milyen szép volt. És elrontottam a kanyarnál. Nem baj. De bele fogok jönni. És egyre jobb lesz. Úgyhogy srácok, ennyi lett volna ez a driftelős videó. Tudom, nem vagyok benne a legprofibb, de majd még gyakorlok. Illetve... Na, hamarosan fogunk foglalkozni a klubban lévő összes többi versenytípussal, autó és jármű függetlenül az összessel. És majd amelyik nektek a legjobban tetszik, azokat majd többször is elővesszük, hogyha szeretnétek. Aztán majd meglátjuk. Csináltam itt közben egy gyorsulásit. Hoppácska. Itt vannak ilyen, vannak az úton random ukratók. Tök király. Figyeljetek, hopp! Nem csak neki mentünk valakinek kicsit. Na, srácok! Nagyon szépen köszönöm, hogyha velem tartottatok, ha tetszett, dobjatok egy lájkot, illetve ha szeretétek és még nem tettétek meg, iratkozzatok fel. Találkozunk legközelebb, hogy legyetek. Sziasztok!